A legutóbbi szezonban az NB2 északkeleti csoportjának második helyén végzett a kisvárdai KC, ennek ellenére a szövetség felkérésének köszönhetően az NB1B-ben indulhat az immár Rácz Sándorral készülő együttes. A 90-es évek közepén az élvonalban szereplő kisvárdai együttes is irányító szakember egy éve kezdte el a munkát az utánpótlásnál, nyártól pedig a felnőtt csapatnál is ő a szakmai munka elsőszámú felelőse. A keretből többen távoztak, helyükre természetesen új játékosok érkeztek. Jött egy román kapus, aki Nagybányán nevelkedett, de Izlandon játszott. Jött a Lévai Zsófi, aki a Nyíradonyban volt, ő már dolgozni is fog, diplomája van és mellette fog. Jött a Tarjáni Szilvi, aki beálló és örömmel fogadtuk. Komzer Laudia, aki balszélső, és a Gidai Eszter Békéscsabáról. A 26 esztendős Lévai Zsófia 3 szezont játszott az NB1-ben, és a német másodosztályban is kipróbálhatta magát. A jobb átlövő kulcsembere lehet az újonc kisvárdai csapatnak. Nagyon pozitív összességében a benyomás, jók az edzések, nagyon kemények, de nagyon jók. A csapattársaink is szerintem jó képességűek és lelkesek. Bár távlatilag komoly céljai vannak a kisvárdai együttesnek, első lépésként a biztos bennmaradás a cél. Én úgy fogalmaztam meg a csapatnak, hogy egy szerethető csapattá kell, hogy alakuljunk. A játékunkon azt kell látni majd, hogy egy férfiasan kemény, dinamikus, a korszerűségnek mindenkor elegettevő játékot kell, hogy produkáljunk, és összességében egy nyugodt bennmaradás reményébe vágunk neki ennek a szezonnak. A kisvárdaiak Hajdunánáson, Orosházán és Budapesten vesznek majd részt felkészülési tornákon, mellette ukrán és szlovák csapatok ellen lépnek pályára Lévaiék. A bajnokság szeptember második hétvégén kezdődik, a nyitófordulóban a Kecskemét látogat Várdára.